Reggeltől estig pattogott a labda a maga nemében speciálisnak nevezhető Bonyhádi kispályás téli teremlabdarúgó tornán. Az összetartozás kupán, amelyen 6 anyaországbeli csapat és ugyanennyi az elszakított országrészek képviseletében lépett pályára a Bonyhádi Városi Sportcsarnokban. Ritkán jön össze az ilyen típusú nevezzük országegyesítő tornákon, hogy valamennyi volt magyar terület képviseltesse magát. Kárpátalja sokszor hiányzik, de itt Bonyhádon 2 csapat is érkezett onnan. Ungvár és Beregszász, Erdély, Felvidék, Délvidék és még a Muravidék is jelen volt. Volt egy ungvári csapat, akik csak egy baráti társaság, egy tévéstáb összeállt és eljöttek, és ők viszont nagyon sokat kaptak, de jól érzik magukat, hiszen tegnap egy közös vacsorával kezdődött az eseménysorozat. A székely disznóvágás van, holnap elmegy mindenki haza, és kedden mi utazunk ki Madéfalvára megemlékezni. A nyárszeredaiak először jöttek, aztán gyorsan láttak, és ha nem is olyan gyorsan, de magabiztosan győztek is. Továbbá játékukkal, elsősorban kitűnő futzálosaik révén közönség sikert is arattak az erdélyek, akik a döntőbe a megyei első osztályú csapatára épülő Alkul, vagyis Alakul névre hallgató csapatát Máté Róbert és társait győzték le 2-0. A Székelyföld Labdarúgó Akadémia hozzánk is becsengetett, mi is helyet adtunk neki, nekünk is van 7 korosztályos akadémiánk, és emellett ezek a fiúk a futszát is rendezik. A bronzérmek kakasra kerültek az idei összetartozás kupán, amely egyben a legendás kisdorogi, majd bonyhádi edző Losonczi István munkássága előtt tisztelgő emléktorna is már évek óta.